Az Isten itt neki ilyen. Szevasztok, srácok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, elnézést, csak itt pöcsültem. Na mindegy, ne foglalkozzatok vele. Szóval, hát itt lennénk az ATS-ben. Kicsit most Európából elutazván, mert hogy van ilyen, eljöttünk Amerikába, és mit azt látjátok? Itt is lennénk. És egy kicsit más környezetet nézzünk meg, ugye megkérdeztem tőletek is, hogy mit szólnátok, ha ezt így megnéznénk, és mondtátok, hogy oké, nézzük meg. És egyelőre ugye Amerika, mint az American Truck Simulatorban, eléggé kis része van megcsinálva, viszont az azért meg van csinálva. Úgyhogy most belenézünk, megnézzük, hogy itt mi újság van. Ott tartunk, hogy egy fuvart vagy két fuvart vittem nagyjából. Tehát, hogy még nem igazán van bármiféle tapasztalatom. Úgyhogy nézzük meg közösen a dolgokat. Egyelőre gyors fuvart tudunk felvenni, viszont távolságra vetített ár szerint nézzük ezt. Ugye 44 dollárt kapunk mérföldenként, méterenként, mérföldenként. Aztán itt már 35, mit tudom én. Tehát itt van ez a 236 mérföldes út, 4 óra 52 perc, tehát vágjunk bele. Aztán szóljatok majd már kommentben, hogy hogy tetszik ez nektek, illetve szóljatok már, hogy nyomtatok-e lájkot. Ho-ho-ho, micsoda megfontolt izé volt ez, mi? Idaho DLC. Idaho DLC is van már. Most azt nem tudom, én az összeset megvettem, srácok, ami van. Az összes megvan. Ó, és esik az eső is. Na nézzük meg először, ugye... Hülye vagy! Három pótkocsis lófasz! Ma bocsánat. Mi a szar? Na jó. Oké, szóval először szerintem állítsuk egy kicsit itt a jármű beállításokon. Beállítsuk magunkra az ülést, mert hogy alig látunk valamit. Szeretem én azért így jó nagyba látni a dolgokat. Mármit értitek? Így, azt így már jó. Na, mi a makkom likára állíthattam én a... izét? Aha, az ablaktörlőt. Oké, és akkor világítás is van felnyomva. Ú, azért srácok, egész más ám a környezet. Úgyhogy... ez egy hatalmas... lószar, amit itt mi hozunk. Hűha. Azt hittem, hogy kéne... ezzel fordulni. Jó, gyerek! Ajajajajajaj. Elférünk? Jó. Hát, annyira nem jó. Fú, azt a gilisztát nézd meg, hallod? Szabályosan egy giliszta. Hát mekkora szart viszünk mi itt? Oda néz. Hol van ott az eleje? Na, úgyhogy üdv itt az amerikai ETS-ben tulajdonképpen. Sokat gondolkodtam, hogy ezt hogy kéne elkezdeni, de igazából nem tudok érdemben semmi extrát tenni itt az ügy érdekében. Azt tudom viszont mondani, hogy a Leóval beszéltük, mert ugye ő is szokott. Ó, és ez egy izé? Home Depot. Szóval a Leóval beszéltük, hogy lehet fogunk csinálni közöset, ilyen, hogy ilyen konvojba megyünk. Oda nézzél. Ó, azért az egész máshogy néz ki, de mi, hogy innen rohadtul nem fordulhatunk ki, az is biztos. De figyeljetek, arra visz a GPS, majd azt mondjuk. Jó? És akkor megy a kukac? Hát te atya isten! Hát mekkora ez a szar? Orra néz! Kifordult már a vége? Kifordult. Na várjátok egy szent pillanatot? Atya világ! Na jó, haladjunk! Csak átállítottam a kormány, de ne foglalkozzatok vele. Új üzeneted érkezett. Mi a jó isten? Hogy kell ezt megnézni? F8? Nincsenek új üzenetek. Akkor F9? Elterelünk itt a sofőr figyelmét? Én nem látok semmi üzenetet. Jó, van, nem jött az. Na! Hát akkor megismerkedünk
ezzel a világgal is. Remélem jó szűk helyekre kell menni. Ma az úgy gyönyörű lesz. De mekkora ez a kamion, te! Hát figyelj, ott még rendesen pút van meg minden. Ó, hát azért ez más világ. Na! Ó, azt a mekkora izé pohártartók, oda nézz, ez nem is egy. Van vagy öt. Aha, és akkor itt azért más a világállása. Teliződ van itt. De a kamionok meg megálltak. Vagy hát a kamion. Megváltál, testvérem, köszönöm szépen. Oké, befordult a giliszta? Elkezdett befordulni. Na, de beszéljünk másról is, srácok. Mert hogy van egy új projekt, ami egy kicsit most fölvitte bennem a dolgokat. Ugye? Nem tudom, ki értesült róla, ki nem. De ugye alapvetően nekem van TikTokom. Nem nagy dolog, mindenkinek van. Viszont elkezdett jobban érdekelni a dolog. Abból a szempontból, hogy vannak olyan ötleteim, amik szerintem viccesek, aztán egészen biztos, hogy nem biztos. Értitek? De vannak olyan ötleteim, amik szerintem viccesek, és ezeket meg is szeretném valósítani ilyen rövid videó keretén belül, illetve hát a videókból is, amiket ti is láttok meg, amiket nem láttok. Vannak olyan viccesebb részek, meg ilyen fail részek, amik bénázok, vagy ilyesmi, amik amúgy viccesek. Szenvedés, mit tudom én mi. És hát ezekből már jó pár össze van vagdosva, amit én vagy Christopher csinált. Hello! De komoly ez a kamion is. És ezt bátorkodunk feltölteni YouTube-ra is, amire a régi Sportfield csatornát használom, amit igazából elmagyaráztam egy videóban azon a csatornán, hogy miért így van. Nyilván megkérdeztem erről az Istit is, hogy nem-e gond, azt mondta, csináljam nyugodtan, stb. Tehát meg van kérdezve erről az Isti is, de az jogilag egyébként az én csatornám, de közösen használtuk, közös köttünk benne. De mivel nem használtuk 5 éve, és úgymond ment a sűjesztőbe, ezért gondoltam, hogy azért ne menjen a sűjesztőbe, és hadd kerüljenek fel rá ilyen shorts videók, és bedobtam a leírásba, mert hogy aki szeretne, az nyugodtan tessék oda feliratkozni, és akkor ott is várom sok szeretettel, ahol hogyha röhögni akar, vagy ilyesmi, akkor tud nézelődni ilyen shorts videókat tőlem. Jó, úgyhogy ennyi, de ezt bedobtam a leírásba. Most, amikor felveszem ezt a videót, akkor rohadtul nincsen még az egész megcsinálva faszán. De ez a videó után, micsoda amerikai rendőr. Ez a videó után, hol fordulunk? Végén. Szóval ez a videó után kezdem, gyakorlatilag, itt volt lámpa, hát reméljük nem. Szóval ez a videó után már nem tudom hányat szok kezdem el mondani, nem hallom magam. Igen, tehát ez a videó után kezdem összerakni a dizájnt. Ezeket amúgy mindig én találom ki, már mint a saját csatornám dizájnját, és ezt megfotoshoppolom, és ezt tök élvezem. És már nagyon várom, hogy mindjárt elkezdhetem, csak mondom, valami gameplayt fel akarok még venni, és mondom, basszus, már mióta feltelepítettem, egy kicsit gyakoroltam, vagy hát mentem egy-két fuvart, hoppá, ott egy rendőr. Mentem egy-két fuvart ebben a játékban, de még nem vettem fel videót, úgyhogy most itt van. Ó, milyen tipikli amcsi házak. Jaj, srácok. Ja, úgyhogy ezek vannak. Elmondjak egy titkot. Elmondok egy titkot. Októberben kíváncsi vagyok, kinézi eddig a videót. Kb. Olyan 8 percnél tarthatunk. Októberben megyek Amerikába. De ez úgy fog kinézni, hogy egy hét kőkemény videózás. Hoppá. Végig. Nem csak vlogok, hanem sok tervem van. Amit már meg akartam csinálni anno is, amikor kint voltam. De hogy igen, szóval jó sok videó lesz Amerikában forgatva, ami szerintem december végéig, mint tartalom, azokat majd fogom feldolgozgatni, és rakom ki nektek. Úgyhogy
Úgyhogy igen, ezt így el szerettem volna mondani, de ezek a videók, amiket ott veszek fel, nyilván nem gameplay videókat fogok felvenni, nem azért megyek ki, hogy leülök a gép elé, aztán játszok, de ezek a videók, ezek úgy lesznek feltív, hogy a fő csatornára, illetve hát ezek mellett shorts videót is találtam ki, tehát ezért is érdemes a shorts csatornát is megnézni, mert hogy rengeteg tervem van, és mostanában, ugye múltkor pont arról beszéltem, hogy aj, basszus, elég motiválatlan vagyok, meg ilyesmi, micsoda szép környék ez. Oda nézzé. Ajajaj, várjál, vissza kéne találni a sávunkba. Szóval igen, múltkorában pont arról beszéltem, hogy egy kicsit olyan motiválatlan vagyok meg minden. Most nem. Jó, tehát hogy most rohadtul nem. Egyébként 9 óra 45-re érünk oda? Csak azon gondolkodok, hogy hogy akkor ez már esteledik. Amerikában még, már mint így a játékon belül, Amerikában még nem láttam estét. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni a dolog. Na, úgyhogy ezt érdemes tudnotok. Aki látta esetleg, fú basszus, időrendben nem tudom, hogy mikor, de kiment egy videó a fő csatornára. Ojojojojojojojoj. Szombaton, biztosan szombaton már kiment. Ahol bemutatom az egész szobának az összes eszközét, kamerákat, ilyesmit. És az a helyzet, hogy abban magyaráztam, hogy lesz egy hosszú út. És ti, akik ezt nézitek, ezek, ti már tudjátok, hogy hova megyek. Ugye legutoljára 4 éve voltam kint, összesen ez lesz a negyedik. Atyaista, negyedik, hogy kimegyek. Ebből eddig kétszer, vagyis egyszer fixem dolgozni mentem, kétszer pedig úgymond pihenni. De most ismét dolgozás lesz a fő szempont, rengeteg videó felvétele már olyan jegyzetem van összeírva, beszarnátok. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni, de természetesen Instán, hogyha követtek, akkor fixen sok mindent fogtok látni. Ugye megvan már az iPhone 14 Pro, ami lekerész. Egyébként kiírogat nekem annyit, mint az állat. Atyaisten, pont az István írt, szevasz Isté. Na de mindegy, nem az a lényeg, hanem hogy itt van, és ezzel basszus olyan képeket fogunk ott lőni, hogy be fogtok pisilni, és ezek majd szépen fel fognak kerülni, és remélem, hogy minden jól fog sikerülni. Már nagyon rá vagyok pörögve, igazából nem tudom, ez a videó nektek mikor megy ki, nekem 17 nap múlva repülünk. Úgyhogy addig próbálok előre is dolgozni, meg próbálom közben a shorts csatornát is csinálni. Úgyhogy elég sok minden van, basszus. Meg hát mellette a többi gameplay. RP. Mi a szar van az RP-vel? Na. Nem lövök le semmit, de majd meglátjátok hamarosan. Amire kimegy ez a videó, talán még nem, de hamarosan meg fogjátok látni. Ugyanis kicsit megváltozik minden. Újra. Újra új lendületet kap a dolog. Úgyhogy úgyhogy igen, az is fog változni. Szóval most eléggé sok minden megváltozás alatt van éppen hogy. De szerintem ez nem gond, hogyha az ember így változtat a szükségleteim, vagy hogy mondjam, a dolgain, a megszokásain. Szerintem ez egy abszolút pozitív dolog, mármint én úgy élem meg jelenleg, hogy hogy kell jobban... Opa! Hogy menjen jobban ez a jazz? Aha, most jobban megy az ablaktörlő. Hopp, és itt egy piros. Ú, de ez mennyire tipikus Amerika. Amerika. Nem is jut eszembe egy amerikai zenese, ami magyar és Amerikáról szól, mindegy. Na ezzel hogy kell parkolni, te? Long! Tényleg? A kutya nem gondolta volna. Egy kis falvakba vagyunk. Hát menjél már az anyádba! Nézd meg! A mókus! Mi az anyádat csinálsz? Normális vagy. Ja, úgyhogy végre egy kis lendület újra. Ja, és most két napig? Két napig, basszus. Megjött a lendület, azt két napig fullázas voltam.
és szétszakadt a fejem. Semmi más, csináltam gyors tesztet. Nem voltam covidos, taknyos se, semmi. Csak láz, és mindösszesen két napig. És képzeljétek el, hogy egy csomó ismerősöm, barátom mondta, hogy hát ők is. Úgyhogy ez végre hivatalosan is bejelenthetjük, srácok, hogy így 2022 végére visszatalált hozzánk az úgynevezett influenza. Mert hogy ez feltehetően az volt. Úgyhogy... hát ez van. De egyébként szörnyű volt, mert annyi mindent csináltam volna, és ilyenkor bennem van a bűntudat, hogy te basszus, hát annyi dolgod van, mint az állat, te meg most nem csinálsz semmit. De nem tehettem róla, nem tudtam kikelni az ágyból. Ilyen 2-3 órákra bejöttem az irodába, és akkor így voltam. És akkor haza kellett vergődnöm, mert semmi tévő nem voltam. Felfedeztél egy új látnivalót. What the fuck? Milyen új látnivalót? Jó gyerek. Aztán lehet majd ezek jobbak lesznek, ezek a videók, amikor majd ezt a Leóval csináljuk. Ugyanis hát, ha belegondoltok, ketten leszünk, egy csomó dologról tudunk beszélni, konvojba megyünk. Várom, múltkor akartunk felvenni, próbálok úgy inni, hogy ne ismerjétek fel, hogy Pepsi-t iszok. De zéro. Na. Szóval múltkor azt beszéltük, hogy veszünk majd fel videót, de aztán még nem került rá sor. Úgyhogy rajta vagyunk ezen is. Meg hát ugye a Form 1-et is nyomjuk a Leóval, de most szeretnék ilyen ezért nyomni, ATS-t, mert az van, hogy amúgy jó pofa ez az amerikai dolog, csak látjátok, ilyen hosszú utak vannak, ott semmi, tényleg semmi nincs, és jó lenne, hogyha lennének nagyvárosok, van ugye néhány nagyváros, nagyobb város, Los Angeles, ilyesmi. Lehet, hogy arra fele tendálunk, mit szóltok, megpróbálunk eljutni oda. De attól függetlenül azért az mégse egy olyan... Nincs megcsinálva, tudod, az kéne, hogy New Yorkig meglegyen. Csak ugye DLC-kbe adják ki szépen az összes államot. És még nagyon az elején tart a dolog, mert valami 3, 4, 5, 6... Talán 6 állam van összesen. Ami azért, nem túl sok. Úgyhogy hát ez van. De nagyon szép ez a kamion. Szétadom, hogy ilyen rohadt nagy. Ezek egyébként élőben is akkorák, de akkorák basszus, hogy így beszarsz behugyozó. Na remélem, hogy nem kell nekünk beparkolni, hanem van valami egyszerű megoldása. Habár szétadnám, hogy kipróbáljak beparkolni ezzel, de egész biztos, hogy elrontanánk. De adom. Csak mondják azt, hogy oké, nyugodtan parkoljál oda. Sőt, ha nem lehet, akkor is meg fogjuk próbálni. Hogy úgy szépen beparkírozunk. Vigyázzál, mennyivel megyünk? 69 mérföld. Teljesen jó, és mindjárt lemegy a nap. Melyik a lámpa? Várjál csak. Most elvileg fel van kapcsolva teljesen a lámpa, akkor baj nem lehet. És megyünk bele a naplementébe. Oda néz. Jaj, de szép. Hoppá, ez kívülről még szebb lenne. De nem az. És valami van előttük, azt azért meg kéne zabálni, nem úgy van az. 87-esen jövünk. De látjátok, annyira kietlen az egész. Nézzük meg ezt a gyásztérképet. Igen, és még sehol nem vagyunk. Sehol nem vagyunk, srácok. Nem tudom, miért adtam ki ezt a hangot. Basszus. Azért ez annyival nem kell menni. Vittám itt a dolog. Mi van itt? Trafi? Nem is szabad. Ellenőrizd a jármű súlyát a legközelebbi mérőállomáson. Micsoda? Nem itt kell lemenni. Mérőállomás. Mi a pöcsöm az, hogy mérőállomás, te?
Ez pihenő zóna. De azt mondja, hogy ide menjél be. Engem nem büntettek meg, pöcsösök? Beférünk? Hol a mérőállomás? Ti látjátok a mérőállomást? Ja, ott van. Ho-ho-ho! Majdnem megszivatott minket. Na jó, figyeljél csak oda. Mi van? A következő billentyűvel állítsd le a motort. Jaj, nem akarunk pihenni. Arra a szarra kéne felfordulni. Ja, jó nagyba kezdjük meg. Ó, ez itt azért jó ki van alakítva. Hát igen, Amerikában vagyunk, ott basszus, akkorák az utak. Jó. Mutasd. E. Enter. Jármű összsúlya 122.074 font. Jó, ennyi? Most ezeket megállom, adjál már! Nem, mert ilyenkor biztos megbüntetnek, hogyha nem állsz meg, úgyhogy na. Tudjátok, kivel szórakoztok. Oké, és ilyen rohadt nagy ívbe kell kifordulni, srácok. Bejött az éjszaka. Ez elég nagy ív. Persze. Fú, basszus, szörnyű lehet ilyet vezetni. Vagy hát én nem tudom, de nekem, hogy halálfélelmem lenne, az fix. Hát hogy a szarba vezetsz egy ilyen nagy dögöt? Biztonságosan. Mondjuk Pesten, gondolj bele. Gyász lenne. Na, de mindjárt odaérünk. Mármint, hogy 48 mérföldet ír még összesen. De azt írja, hogy 10 óra 12-re érünk oda. Hát igen, mert meg kellett állnunk, baszki. És mikorra kéne letenni? Azt tudjuk? A hátra levő idő 6 óra 9 perc. Fuvardíj 10.000 dollár, oké. Okay. Határidő, hétfőn. Ojojojojojojojoj. Ja jó, kedd hajnali 3-ig leadhatjuk. Akkor jó. Ó, és már ott van, Great Falls. Is Great Falls? Ja, az nem Great. Vagy de? Is Great Falls. Hú, ha. Is Great Falls. Hú, ha. Ez valamiből van, basszus, csak nem fog eszembe jutni, hogy miből. Na mindegy. Hát azért egész más, mint az LTS. Szerintem majd, hogyha beljebb megyünk így városokba, akkor talán egy kicsit izgalmasabb lesz a dolog, de az, hogy ilyen nagy szarokat húzhatsz magad mögött, az azért így nagyon brutális. Talán az jó kérdés, hogy amikor majd elérünk ilyen nagy, tényleg big dolgokat, amiket majd lehet húzni, na azok mekkorák lesznek. Mert igazából egyes szinten vagyunk, vagy zöldfülű szinten vagyunk, az a lényeg. És már ilyen rohadt nagy lószarokat húzunk. Merre megyünk? Egyenesen. Akkor nekünk ez a sáv kell, ugye? Ugye? Na az ott mit csinál? Figyeld, toladgat. Nézd meg a hülyét. Mit akarsz, jó gyerek? Gyerünk! Donut Planet. Oda nézzél. Look at this. Oda nézz. Vidd már onnan a feliratot. És van valami ilyen Steam-es lószar, még a Leo mondta, hogy be lehet tenni ide a licenszelt cuccokat. Tehát ugye maga a játék az nem licenszelt, tehát nem vették meg az összes ilyen Walmart, meg az ilyen táblákat, itt is Walbert van kiírva. Viszont be lehet cummantani őket, és akkor az lesz odaírva, hogy Walmart. Ami szerintem jó pofa, úgyhogy szerintem rámegyünk, és akkor ezeket is belőjük, hogy ilyen autentikus legyen az egész játék. Jó? Na, jó van. Ha lesz valami, szólok, de aztán nyomjuk a parkolást. Mi van már? Mit megy ott az a izé? Rendőrautó. Ja, de szép. Na majd veszünk valami nagyon fulli kamiont ám. Lehet nem is egyből veszünk, hanem kicsit tartalékolunk, hogy ne a leggyászabbat kelljen megvenni, hanem majd feljebbi kamiont. Mit szóltok? Na jó, menjünk, pakoljunk már le. Meg van ez a benzinkút, ami kicsit hasonlít egy 7-Eleven-re. Habár lehet igazából elég sok minden. Gallon oil. Na mindegy, az a lényeg, hogy
ez annyira, de annyira tipikus basszus. Valamikor, amikor mentem ki, első dolgunk az volt, hogy ott megálltunk, és vettünk egy olyan finom meleg szendvicset, amit minden évben kötelezően meg kell ott venni. Hogyha megyek ki. Minden évben, hát hagyjuk, már nem minden évben megyek. De hogy az annyira finom. Oh, most hirtelen arra vágytam, pedig nem régettem. Oda nézd, micsoda amcsi autók vannak, he? GMC? Or something? Cadillac? Nem tudom, mi volt az. Pizza House? Tele minden, szét tudod zabálni az agyadat, ha akarod. No de, elérkeztünk a leforduláshoz, ami kicsit azért ezzel lehet, hogy macerás lesz. Mutasd! Azt se látom, hol a lejáró. Gondolom valahol itt. Ja, ott. Szóval kicsit macerás lehet, mert hogy ez a bót, ez gyász. Akkor megpróbáljuk úgy, hogy innen kezdjük meg. Egy jó nagy ívbe. Azt itt meg... Jó, mondjuk van hely. Basszus. Oké. Remélem még zöld volt. Jó, nagyon szűk. Hú, de befostam, azt hittem egy autó van előttünk. Jó, kifért az egész. Basszus, nagyon crazy. Hát hallod, mindjárt milyen sötét van, már alig látok valamit. Igazából 11 óra 13-ra értünk ide, azért, mert rengeteg piros lámpa volt. Azt mondja, hogy ez lesz a mi sávunk. Only előre. Gyerünk, menj te szar, át kell érnünk ezen. Jó. Mert az volt, hogy mentünk, most itt az előbb, ha 10 lámpa nem volt egy városon belül, egy se is. Nem volt összeszinkronizálva. Odaérti az egyikhez. Oké. Amire zöld, átmentél, meg kellett állni, és folyamat ez. Egy óra játékbeli idő elment ezzel. De nézd meg itt is. Hát megőrülsz! Fú, lehet ezeket a piros lámpákat ki kéne kapcsolni a rákba, mert... Pontosan mi miatt? És egyébként fordulni... De várjál, azt kéne, hogy engedje. Nézzük meg, engedi? Hát mondjuk már zöld lett. Hú, várjál, mert nekünk ilyen rohadt nagy ívbe kell ám menni, jó gyerek. Örülök, hogy így beálltál, de... Elfordul a vége is? Ó, tökéletes. És akkor ide jövünk, ugye? Na, az anyádat neked! Hülye vagy? Oda néz a... Az Isten! Hát most mit csináljak veled? Taka! Mit csináljak ezzel a szerencsétlennel? Hát akkor eltiporlak. Jó gyerek. Szevasz! Engem nem érdekelsz. Úgy! Persze, menjünk át rajta. Rohadjon meg. Home Depot. Oké. Okay. És akkor csak milyen parkolási lehetőségek vannak? Mondta, hogy van valami jó szivatós nekem való. Hát, nincs. Olyan, mi nincs? Pedig az mit menne? Ja, magamtól nem szivatom magam, ha nem lehet, de... De basszus, az mit menne? 275 tépér vagy mennyiért? Hülye vagy. Annyiért bármit. Na, akkor csak simán elvileg be kell állni, de hát az... Az vicc. Az semmi. Ugye? Hát mondjuk majd remélem. Mondjuk ide azért be lehet szépen tenni. Jó, szűkre húzni. Úgy. Legalább akkor legyen szép. Ha már csúnya. Ugye? És akkor nézzük meg. Hát figyelj, Patrik. Ez tökéletes. Tökéletes. Té. Azt itt mennyit fejlődünk? Tudunk esetleg már valamit fejleszteni? Oké, szétadom. Na, mire menjünk rá, srácok? 10%-kal magasabb díjazás, törékeny rakomány. De nincs olyan, hogy várjál csak.
maró hatású. Nem, mi nem ilyen szarokat akarunk. Értékes rakomány tulajdonképpen, ha úgy nézzük. Ja, szerintem azt értékesnek hívják, nem? Tehát amikor ilyen helikoptertől elkezdve, hát még mondjuk az kutya füle. Oké, szerintem akkor ez lesz. Oké, akkor erre menjünk rá. Azt kimaxoljuk a rákba. Na, srácok, akkor innen fogjuk folytatni. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett, egy lájkot robbantsatok rá. Tali a következőben. Csá! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find